Halincelti Gold is itt nénk a Miroko Chen első évad második és harmadik részénél, mert úgy gondoltam, hogy a második rész elég kevés volt ahhoz, hogy ki tudjon adni egy teljes videót, így összemondtam a harmadik részre, hogy haladjunk, és amúgy nem akarok mindegyik részről egy külön videót. Törőközős vagyok, bazd meg, fúgod. Mikor megint megválta azt, hogy elmenjen előlük ugye a paralény, és Hana azt hitte, hogy Randira akarja hívni Mikó. Mi a fasz? Kezdem azt sejteni, hogy ez a sorozat egyre jobban kijelződik arra, hogy a paralények mellett a fiú néző közönséget annyira megfogja, hogy még leszbikussá teszik a fő karaktereket is. Eszméletlen, hogy erre az animére miért nem találtam rá hamarabb. Aztán jött egy jó kis öltözős jelenet, hát arra nem tudok mit mondani, olyan fanszervizt kaptunk, hogy érdemes megnézni csak ezt a részt, amiatt, ha el akarsz élvezni háromszor. Nekem ötször sikerült. Történt az esemény, mert ugye megemlítették azt a horror sorozatot, azt a paranormális sorozatot, és kiderült, hogy Hana ettől fél, és ő ezt legjobban betiltaná, hogy ezeket ne adják. Tudjuk, hogy Hanában nem bízhatunk meg, hogy elmondja neki Mikó, hogy paralényeket lát. És az is kiderült, hogy a öltözőben nagyon szépen elfelejtette Hana felvenni a bugyját. És ezért most szellőzteti a segjüket. Szóval Hana szellőzteti a szellőztetni való dolgokat, ahol kiszoktuk szellőztetni a kaját. Komolyan, miért nincs ilyen osztálytársam? Hogy ha van ilyen bugyuta lány, akkor miért nem az osztálytársam? És rácsap a fenekére. Most a televízióban adnák ezt a animét, mikor adnák? Szóval ilyen 11 fele este, vagy egyáltalán adnák valahol, mert komolyan ez. És akkor valaki a nagy eszével, a nagy UFO kutatós fejével azt mondja, hogy az anime mese. Hana javaslatára elmentek a orvosi szobába, ilyen ápolói szobába az iskolába, ahol igazából ki kellett volna vizsgálni, hogy Mikónak mi a baja. És itt kaptunk egy olyan paralényt, amiről meg lehet állapítani és kivizsgálni azt, hogy ez milyen típusú, olyan szempontból, hogy most ez a paralény, ha egykor egy ember volt, vagy valamilyen lény, milyen identitása volt, meg milyen stílusa, és kiderült, hogy ez a lény eléggé pervers, szóval látszik, hogy a mellekre utazik, és nagyon szeretném megfogdosni, hiszen Hana mellét jól megfogdosta, aztán ráment Mikóra, ott és amúgy ott bizonyosult bennem, hogy Hana és Mikó egy olyan páros lesz ebben az animében, akik nem nyíltan járnak, de valamennyire egy leszbikus pár. És még ha kis csaj, aki már csatlakozik hozzájuk, akit mondtam, az is csatlakozik hozzájuk, akkor kapunk egy édesálmos animét, amire nem tudok mit mondani, szóval... Fú... Na jó, lehet, hogy egy picit pihentetem ezt az animét, mert nem bírom. És nagyon bírtam, amikor bejött a tanárnő, hogy ugye elkéstek az óráról, és akkor a paralény átutazott annak a mellére, hiszen hát azért tudjuk, hogy a idősebbeknek azért már érett gondolkodásuk van, ezt akartam mondani, és semmi mást, azt akartam mondani, hogy... Hallottátok? Lehet, itt is van a paralény? Uram, atyám! És akkor elmentek kajáért, hiszen Hana táplálja melleit, mert nem eléggé nagyok, így nagyon tetszett az a megoldás, hogy kaptunk egy hamis sort, mert igazából Mikó azt hitte, hogy beállt ugyanúgy a sorba Hana mellé, de igazából nem, hanem egy olyan hamis sorba állt, ahol csak paralények álltak sorba, és egy nagy zabáló lény felzabálta őket. Hogy az most mi lenne, mire utalhatna, lehet csak ez egy ilyen kis poénkodós jelenet volt, hogy ha ott marad, és végigmegy a soron, akkor lehet őt is felzabálja a lény, bár szerintem fizikai kontaktust nem tudnak folytatni egymással, szóval szerintem csak belé ment volna a szörnybe, de ugyanúgy ki tudott volna sétálni. Aztán a cicás jelenet, ugye megtalálták azt a kis kóból cicát, akit igazából kitettek, mert hát nincs gazdája, és amikor felemelte Hana, ott volt még egy paralény. A Pali, aki kapott egy segges Hanától, biztos élvezte, de szerintem lefoglalta a macskák, aki csak úgy bámulta Hanáékat, nem Hanát bámulta, hogy leseggezte,
mert én ugyanúgy medreben álltam volna, mint egy fa. Hanem a macskát bemutat, mert eszébe jutott a két elhunyt macskája, és ez annyira aranyos volt, amikor Miko oda ment hozzá, odaadta neki a macskát, és azt mondta, hogy vigyázni fog rá gondozni, és elment, és akkor a vállán megjelent két angyal cica, annyira aranyos volt, hogy komolyan így nem akartam elmosolyodni, de így simán elmosolyodtam, hogy azt a, mennyire jó az anime, hogy átadja az érzéseket is. Át tudtam érezni, mert nekem is volt ugye két cüccem, és mind a kettő elment. Szóval ez nagyon cuki és szívszorító jelenet volt, főleg a vége, amikor megkarmolta ugye a macska, és akkor megjelent a Palinak, nem tudom, hogy a nővére, testvére, barátja, barátnője, anyja, a faszom tudja, egy nő, és az is megjelent, és tök jó állapotban, szóval nem ilyen paralényben, hanem mint egy angyal. Szóval szerintem ezek a paralények olyanok, hogy mintha az ember elmenne a pokolba, és igazából a pokoli formája így nézze ki, és van ilyen angyali formája, hogy megtartsa a földi testét. Szóval, harmadik rész. Miko és Hana elmennek randizni a Starbucksba, mert még ott nem zabált eleget Hana. Igazából csak ott fognak találkozni, hogy elmenjenek máshova zabálni, szóval eszméletlen ez a csaj. És elkezdte bámulni Leonardo DiCaprio mását, Miko, de nem őt, hanem mellette volt egy paralény, ami valószínűleg a volt barátnője lenne. Bizony. És már nekem az a teória jutott eszembe, hogy megállítottam itt a részt, hogy szerintem a pasi vagy megölte a barátnőjét, vagy meghalt valamilyen balesetnél, és meg is csalta azután, hogy meg is halt. Szóval úgy volt vele, ha elütötte egy vonat, megyek a másikhoz. Miko bámulta, oda ment hozzá a paralény, hogy mit bámulod, az az enyém, meg stb. És akkor Miko nagyon kétszázikus megoldása az volt, hogy nézett ilyen izmos palikat, hogy nekik azt tetszenek, szóval... Nekik. Hoppá. Szegény Mikót már többes számban mondom, de mindegy. És amúgy a lány, akivel találkozott Leonardo DiCaprio mása, annak nagyon sok paralénye volt körülötte, szóval azok a megcsalt pasik voltak, a megcsalt fiúk, szóval itt meg azon gondolkodtam, hogy akkor nem a halott lények vannak körülötte, hanem negatív érzések, amiket tett, az életben olyan döntések, amikkel megbántott másokat, vagy saját magát, és akkor azok körülötte vannak. Szóval ugyanúgy, mint a Jujutsu Kaisenben, hogy a negatív érzésekből alakulnak ki ilyen szörnyek, csak ugye néhány ember látása, akinek ilyen különleges képessége van. És érdekes, hogy Mikónak vajon mi lehet a háttér története? Hogy mikor fog kiderülni maga a évad végére? Az mondjuk nagy durranás lenne, hogy kiderülne valami olyan tragikus történet Mikóval kapcsolatos, ami miatt lássa ezeket a negatív érzéseket, mert annyi negatív érzése van, hogy ő is egy negatív érzés. Ez így igaz lenne a való világban, akkor a internetes lányok, akikkel jártam, akkor itt vannak körülöttem? Nyomok egy kólát inkább. És végre a harmadik részben megvette az ima gyöngyöket Miroko, és még Hanának is adott kettőt, de hogy minek, hát ő nem is lássa ezeket. Na mindegy, adott neki is, és volt egy sikátoros jelenet, ahol végig akartak menni a paralények közt, mint ahol valami felavató lett volna, és akkor így mert is szétesett igazából az ima gyöngy, szóval nagyon gyenge volt. Itt kaptunk egy boszorkányos nagyit, aki a kislány nagyanyja. Szóval a kislány az unokája, és próbálják vissza akarják üldözni a szülőházban, mert ugye kiment az árushoz, szóval ő igazából nem akarja a családját ebbe az egészbe belekavarni, hogy rossz hírnevet kapjanak, ezért a bossi nagyi az kint árul, és akkor te magának egyedül, de a rész végére hazamegy, hisz segíteni kell Mikón, és elhatározza, hogy nem már minek árul, hanem segítsen egy olyan lányon, akinek annyi negatív érzése lehet, vagy ki tudja mi, hogy ő segít majd rajta. És valószínűleg a lány így fog csatlakozni hozzájuk, ugye Mikóhoz és Hanához, hiszen a nagyi kérésére, és még lehet a nagyi is majd besegít nekik néhány küldetésbe, ad egy kis tanácsot, vagy történeteket mesél el, amiből tudunk tanulni, és tudunk meg többet. Szóval nagyon izgalmas volt így a rész végén, mert így már kezd kialakulni az, hogy igen, lassan beindul a történet, és már ki tudja még mit lesznek, miket tudunk meg még az évad végére. Hát azok már szuper szén imagyöngyök voltak, annyira világítottak, mint Miroko szeme, és azok is szétestek, mert annyira erős, negatív áramlata van a csajnak, mellette meg Hanának meg ilyen pozitív, de
Érezhető az, hogy ugye ő fél a ilyen paralényektől és a paranormális dolgoktól. Szóval az olyan nagyinak jó szeme van, az nyugdíj előtt még a Ofotérhoz betért a 70%-os kedvezményhez, mert 70 éves, 70%, ahány százalék, annyi. Jó, de ez nem egy Ofotér reklám. Na mindegy, ez volt az én kis kritikám, mondom, nekem nagyon tetszik ez az anime eddig. Attól függetlenül, hogy tényleg ilyen hentályos hangulat van néha, azért van komolyabb hangulata is, és azért elkap az, amikor a paralényekről van szó, hogy azért ez az anime azért éjszaka azért nem nézném meg szívesen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ne felejtsetek el feliratkozni, én meg iszok egy jó kólát. Sziasztok! I'm a paranormal!